Kocsik, hintók, szekerek sorakoznak a Szatmári Múzeum udvarán. Elképesztő sok mutatja be az intézmény a szekerezés kultúráját, a magyar kocsi történetét. Az emberiség 5000 éves eszközei végig kísérték mind az úri, mind a paraszti életet, a bölcsőtől a koporsúig, hiszen a mennyasszonyt szekérrel vitték a lagziba, az újszülöttet a keresztelőre, de a halottat is így szállították a temetőbe. A közlekedésen túl a mindennapok termelő munkájához és a betakarításhoz is elengedhetetlen volt ez az eszköz. Már a szinte kikopott az utakról, de a Szatmári Múzeumban megtekinthetőek. Ez a tánkas múzeumkert adta a lehetőségét annak, hogy valamit kezdeni kell vele, hiszen az épületbe a néprajzi tárgyakat, kisebb tárgyakat el tudták helyezni, de maga ez a múzeumkert egy olyan lehetőséget biztosított, hogy mit is, mit is, lehet kezdeni ezzel a hatalmas területtel. És Jóska bácsi járva a vidéket, néprajz kutatóként látva az elhagyott TS majorokat, benne ezeket a szekér temetőket, vagy a parasportákban is ugye a, 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 szekereket, és akkor ötött fel benne, hogy ezeket meg kellene menteni. És akkor épült meg ez a kocsi színnek egy, egy, része, amit aztán később tovább bővítettünk, és így kezdődött a szatmári szekereknek a gyűjtésével. Én 1991-ben vettem át a múzeumnak a vezetését, és akkor egészítettem ki a magyar kocsikkal, intókkal és szánokkal, amelyekkel most egy teljesen kompletté vált maga a gyűjtemény, tehát szekerek, kocsik és intók és szánok. Így egy nagyon-nagyon reprezentatív kiállítás mutatja be ezt a több ezer éves eszközkultúrát. A múzeum szekérkocsi és hintógyűjteménye most a megyei értéktár tagja lett három új értékkel bővült a szabott szatmár megyei értéktár. Ami érdekessége a mostani döntéseknek az az, hogy diákok készítették a javaslatokat. Volt egy vetélkedő sorozatunk, amelyre több mint száz iskola nevezett, és itt a legrátermettebbek, a döntőbe jutottaknak az volt a feladata, hogy készítsenek egy olyan javaslatot, egy olyan értéktár javaslatot, amelyről úgy gondolják, hogy a megyei értéktárba szereplő érték kell, hogy legyen. És ennek alapján három olyan érték került be a márbeli volt megyei értéktárban, amelyeket a diákok készítettek, és ebből a háromból az egyik az most adott a helyszín miatt, ugye a Szatmár Múzeumnak szekérkocsi és hintó gyűjteménye, a másik a Móri megyei könyvtárnak a helyismereti gyűjteménye, a harmadik pedig az újfehértói aranylelet. Ezek mind-mind települési értéktárakban eddig szerepeltek, de most már a javaslatok alapján és a döntés alapján nagyon örülünk annak, hogy a megyei értéktár részévé is váltak. A Szatmári Múzeumban tartott sajtótájékoztatón elhangzott a kormány számára fontos a hungarikumok tisztelete, amely helyet kap a mindennapi életben, az oktatásban, a kultúrában, a színházban vagy éppen a múzeumokban. A magyar állam, amikor az hungarikum törvény megalkotásával a magyar hungarikum történelmi eszközök, szolgáltatások, épületek megőrzéséről döntött, akkor arról döntött, hogy a múlt tiszteletét törvényileg garantálja. Létrehozta az értéktár bizottságot egészen a településtől a Nemzeti Érték Bizottságaik határon túl is. Most nagyon büszkén állunk itt Máté Szalkán, hiszen a Máté Szalkai Szekér Múzeum az értéktárba, Máté Szalkai gyerekeknek a javaslatára. Így azt gondolom, hogy az a fajta közlekedési eszköz, ahogy igazgató úr az elmúlt 5000 évnek az eszközeinek fejlett állapota, ami most már a múlt, gyakorlatilag mi büszkék vagyunk rá, hogy megőrizzük, és a fiataloknak megmutatjuk, hiszen társadalom politikailag nincs attól fontosabb, hogy a múlt tisztelete mellett dolgozzunk a jelenben a jövőért, és az a fajta konzervatív politika, amit a kormány folytat, az a múlt tiszteletére alapszik, és nem engedjük el, ha azt kell hasonlítanom a nyugati társadalommal, ahol például egy érték nélküli liberális egoista világ kezd kialakulni. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok, hogy Ketem központjába is egy ilyen értéktár felkerült a Megyei Értéktár Bizottságnak a listájára. A sajtótájékoztatón résztvevők elmondták, remélik, hogy a Megyei Értéktár részeként nagyobb figyelmet kap majd a különleges gyűjtemény.